Tisztelt a mehaik, tisztelt szülők, tisztelt vendégeim, kedves diáktársaim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép késő délutánon, a végzősök szabadalmató ünnepségén. Eljött hát ez a nap is. Sokan mondják, hogy hála az Istennek, én mégis azt mondom, hogy emlékezzünk vissza az olyan dolgokra, amik mosolytsanak az arcunkra. Amikor úgy kellett ihánszolnunk órán, hogy az röfögésbe torkollott. A beszólásokra, az aranyköpésekre, az apró cseprő csínyeinkre. Az egymás hátára ragasztott átszédulába mondván, hogy ennyit érsz, a tipmixes újságra, és most nagyon szépen kérem mindenkit, hogy ne álljon neki összeszámolni, mennyit vesztek. A szállói gépre, úgy, ahogy minden osztályban előfordulnak, hogy van házik, addul a hadmásoljam le, vagy van 20 forintot, van drágó, van rögtöjtózó. Vagy az osztálykirándulásokra. Amikor mi például a 9-en először létre megülünk, és Sopronba szálltunk meg. Az erdőben a szállás felé mellett a fiúk a sötétben sorra ijeszgettek minket, mi persze visongtunk rájuk, mint az őrültek. Amikor még rokkanérés elkísért minket, és végigrohantunk egész Bécsen. Vagy a közszegi osztálykirándulásra, ami után Béla bá azt mondta, hogy soha többet nem megyünk egy napostán osztálykirándulásra. Persze fiúknak könnyű volt ladába be, mi lányok persze vonatkozhattunk. Jó szívvel emlékszünk vissza a séknapokra, a súlydiszkókra és az első sabatokra is. Amikor tanáraink megcsillogtatták énektudásainkat és ezzel mosolysaltak az arcunkra. Amikor csapatként harcolva próbáltuk meggyőzni mindenkit, hogy mi vagyunk a legjobban. Egyik séknapon meg is formáztuk Béla bá gyurmából, magára is ismer, persze csak azért, mert mellé tettük a leves óráját gyurmából. Igen, apa mindig ott volt velünk, ha szükségünk volt rá. Mindig volt jó néhány jó szava hozzánk. És mindig volt egy tipikus kérdése hozzánk, hogy ti vagytok azok? És persze mindig tudta, hogy mi vagyunk azok, de azért megkérdezte a biztonság kedvéért. Aztán eljött az utolsó év. Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar eljön az érettség éve? Mindig csak hallottatok mindent, mondván, hogy hol van még az az érettségi. Most itt állunk, kedves diáktársaim, az érettségi küszöbén, és megkapunk egy kék-sárga szalagot, ami jelképesen hozzátartozik a felnőtté válásunkhoz. Néhány hete még azon vitatkoztunk, hogy mi legyen rajtunk az érettségi, a ballagáson meg a szalagalaton. Nos, itt állunk, készen lassan az érettségire, és nem fogjuk feladni. Köszönjük a türelmet a tanárainknak, majd a velük nem volt könnyű, hisz mi több mint 40-en vagyunk. Így már két osztály nevében búcsúzhatunk, ez a 13 NH alkán. Köszönjük a sok lehetőséget, hogy a nagyvilágban kipróbálhatjuk magunkat. Reméljük, tovább fogjuk öregíteni iskolák jó hírnevét az érettségi után is. De aki nélkül nem lennék egy jó osztályközösség, ő anya az osztályfőnökünk, aki csak mosolyogva így köszönünk rá a folyosó túlvégén, hogy szia anya! Aki megmossa a fejünket, de igazából bármilyen megvédel minket. Köszönjük a tudást, amit kaptunk, az élményeket kedves tanárainknak. Ezek azok a dolgok, amit soha nem fognak tudni elvenni tőlünk. Köszönjük a támogatást szüleinknek, és azt, hogy állták a sorot a szülői érdekezleteken, ha nem épp a legjobb hírt kapták rólunk. Persze, ha tudták, hogy van szülői, ugye. Hadd búcsúzzak egy szerintem ideillő gondolattal. A történelmet a győztesek írják, így még egész biztos, hogy hallani fognak rólunk.